operett slágerek szórakoztatták a zsúfolásig megtelt Alba régi a sportcsarnokot, ismét megrendezték a nyugdíjasok karácsonyát. A műsor Székesfehérvár önkormányzatának hagyományos rendezvénye, amely során élményt adományoznak a város szépkorúinak. A programra a nyugdíjas klubokat és egyesületeket is meghívják évről évre, hogy így fejezzék ki köszönetüket az egész éves munkájukért, támogatásukért és együttműködésükért. Cserpalkovics András kiemelte, az advent, a karácsony a köszöntésről, a várakozásról és a közösségi programokról szól. Nagyon szép régi hagyománya a városnak, hogy a kicsit régebb óta fiatalú fehérváriakat meghívjuk, hogy egy közös programot tölthessünk el itt együtt. Így lesz ez most is, nagyon nagy az érdeklődés, és úgy látom, hogy nagy várakozással már mosolyogva is érkeztek a hölgyek, urak, és biztos vagyok benne, hogy a következő másfél órában nagyon jól fogják magukat érezni. Ezzel szeretnénk nekik, és rajtuk keresztül családjuknak is áldott békés karácsony ünnepeket kívánni. A rendezvény alkalmat adott a székesfehérvári közösségi és kulturális központ önkénteseinek elismerésére is. Az év önkéntese a székesfehérvári Hunyadi Mátyás Technikum diákja, Rubos Viktor, az év önkéntes csoportja a Szárazréti Nyugdíjas Klub lett. Igaz, Krisztina elmondta, a nyugdíjasok karácsonya több évtizedes múltra tekint vissza, minden évben különleges programokkal, fellépőkkel készülnek a vendégeknek. Ilyenkor vendégül látjuk és vendégül hívjuk a Székesfehérvár időskorú lakosságát, a szépkorúakat, hogy együtt ünnepeljük meg és együtt várjuk a karácsony. Minden évben olyan programokat igyekszünk szervezni, ami, mint ahogy itt is látszik, nagyon nagy nézőközönségre számíthat, hiszen most is az operett műfajból hívtunk fellépő művészeket, akik az Operett Színház tagjai. Csetényi Attiláné, az Alba Régia Nyugdíjas Egyesület elnöke hozzátette, rendkívül hálás azért, hogy Székesfehérvár önkormányzata minden évben megrendezi a nyugdíjasok karácsonyát. Az önkormányzatnak ez csak egy nagy-nagy köszönet, hogy minden évben megrendezi nem csak az idősek világnapi alkalmából itt a műsoros délután, hanem magát a karácsony előtt is. Hogy ez az ő ajándéka, és én azt hiszem, hogy mindennél többet jelent. Itt nem csokiról, meg süteméről van szó, hanem arról, hogy akiket hoznak, azok a mi életkorunknak megfelelő fellépési számokat is hoznak magukkal. A műsor egy meglepetéssel kezdődött, Könnyű Vilmosné egy megható karácsonyi verset szavalt el, majd a hazai zenés színházak kiválóságai léptek fel. Szinetár Dóra, Szendi Szilvi, Egyházi Géza és Laki Péter népszerű operettek, musicalek slágereit adták elő a fehérvári szépkorú közönség számára.